Köszönjük szépen, ügyesek voltatok! Kapcsolódtok, jó? Lámpással? Azt mondjam az osztályba. Vettok érte. Nem tudom.
A gyerekek kérjenek, nem lesz hely, akkor majd bevegyek utána. Majd kiresem, hogy hol vagy. És most mutassuk meg lámpásainkat, emeljük föl a magasba. Így teszek, míg Jézus jön. Igen, világítani fogok. Így teszek, míg Jézus jön. Világítani fogok. Így teszek, míg Jézus jön. Világítani fogok. Áldom őt minden nap és mindenhol. Köszönjük szépen. Foglaljatok helyet, és hallgassátok meg Márton életét, közben pedig a diaképeket nézhetitek. Lovas csapat halad a város felé, élén hófehér lovon délceg katona ül. A város kőfalának kapujában rongyos koldos ül. Amennyire lehet, összehúzza magát, mardossa az éjség. Egyszer csak patakvágás ütötte meg a fülét. Fölnézett. Egy lovas csapat közeledett a kapu felé. A csapat vezetője délceg férfi volt, piros köpenye szinte úszott utána a szélben. Ő az, Márton. Hirtelen a férfi megállította. Megoldós előtt éles kardja kettéhasította a köpenyét, és lovára leszállva betakarta vele a reszkető koldust. A koldus szinte még föl sem ocsúdott meglepetéséből, a lovag már is fölpattant paripájára és bevágtatott a városkapun. Aznap éjjel Márton álmában angyalok jelentek meg. A fél köpeny volt náluk, amit a koldusnak adott. A köpenyt az angyalok felvitték a mennybe, és Jézus vállára terítették. A lovag pedig ezt hallotta. Márton, ezzel a köpennyel engem takartál el a jeges szélfoga elől. Másnap reggel a katonák csodálkozva látták, hogy vezérük arcát valami különös fény veszi körül. Márton nem sokára otthagyta a hadsereget, és pap lett belőle. Nagyon szeretnénk mindenütt, mert jóságos volt, és mindenkinek próbált segíteni. Az emberek meg akarták választani püspöknek, ő azonban nem akart püspök lenni, ezért elbújt a libaolba. De a libák hangosan gágogtak, és elárulták búvó. Így az emberek megtalálták, és mégiscsak püspök lett belőle. Thank you.
Thank you.